Izajás próféta könyvéből. Abban az esztendőben, amikor meghalt Uzia király, láttam az Urat. Magas és fönséges királyi széken ült, és uszája betöltötte a templomot. Seráfok lebegtek fölötte, mindegyiknek 6-6 szárnya volt. Így kiáltott egyik a másiknak: Szent, Szent, Szent a seregek Ura, dicsősége betölti az egész földet. Hangjuktól még a küszöbök alapjai is megrendültek, és a templom megtelt füsttel. Erre így szóltam: jaj nekem, végem van, mert tisztátalan ajkú ember vagyok, és tisztátalan nép között élek, mégis szememmel láttam a király, a seregek Urát. Akkor az egyik szeráf odaröpült hozzám, a kezében izzó parazsat tartott, amelyet csipővassal az oltárról vett. Megérintette vele ajkamat, és így szólt: íme, mivel ez megérintette ajkadat, eltűnt gonoszságod, és bocsánatot nyert bűnöd. Azután hallottam az Úr szavát, amint így szólt: kit küldjek el? Ki megy el nekünk? Így válaszoltam: íme itt vagyok, engem küldj el. Ez az Isten igéje. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam. Krisztus meghalt bűneinkért az írás szerint. Eltemették, és harmadnap feltámadt ismét az írás szerint. Megjelent Péternek, majd a 12-nek. Később egyszerre több mint 500 testvérnek is megjelent. Ezek közül a legtöbben még élnek, néhányan azonban már meghaltak. Azután megjelent Jakabnak, majd az összes apostolnak. Utánuk pedig, mint egy elvetéltnek, megjelent nekem is. Mindegy tehát, hogy én vagy ők. Ugyanazt hirdetjük, és így lettetek hívőké. Ez az Isten igéje.
Szent Lukács könyvéből. Amikor Jézus egyszer a Genezáret tavánál állt, nagy tömeg sereglett köréje, hogy hallgassa az Isten szavát. Jézus látta, hogy a tó partján két bárka vesztegel. A halászok kiszálltak és a hálóikat mosták. Beszállt át az egyik bárkába, amelyik Simoné volt, s megkérte, hogy vigye kissé beljebb a parton. Aztán leült és a bárkából tanította a népet. Amikor befejezte a tanítást, így szólt Simonhoz. Evezz a mélyre, és vessétek ki a hálótokat halfogásra. Mester, válaszolta Simon. Egész éjszaka fáradoztunk, s nem fogtunk semmit, de a te szabadra kivetem a hálót. Meg is tette, s annyi halat fogtad, hogy szakadozni kezdett a háló. Intettek a másik bárkában levő társaiknak, hogy jöjjenek és segítsenek. Azok odamentek, és úgy megtöltötték mind a két bárkát, hogy majdnem elsüllyedt. Ennek láttán Simon Péter Jézus lábához borult, és ez szavakra fakadt. Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. A szerencsés halfogás láttán ugyanis társaival együtt félelem töltötte el. Hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, Simon társait. De Jézus bátorságot öntött Simonba. Ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Erre partra vonták hajóikat, és mindenüket elhagyva követték Jézus. Ezek az evangélium igéi. Áldjunk éjjel! Testvérek, a nagybőjű küszöbén vagyunk, hiszen a héten szerdán hamvazó szerda lesz, és ma Ferenc pápa nagybőjti üzenetének részleteit fogjuk meghallgatni, a lényeges részeket, hiszen a Szentmise végén még Balázs áldás is lesz. Kérem, hogy Szent Atyának a gondolatai segítsenek, hogy méltón tudjuk ebben az irgalmasság szent évében elkezdeni a nagybőjti készülődésünket és magát megélni, magát a nagybőjtöt. Ferenc pápa nagybőjti üzenete 2016-ra. Az isteni irgalmasság misztériuma Isten és népe Izrael közötti szövetség történetében mutatkozik meg. Isten valójában mindig irgalommal teli, minden körülmények között kész arra, hogy népére feltétlen együttérzéssel és gyöngétséggel tekintsen. Főleg a legdrámaibb időszakokban, amikor a hűtlenség eltépi a szövetségi köteléket, az egyességet, a jobb és az igazság talaját kell újra megkötni. Itt állunk a szeretet igazi drámája előtt, amelyben Isten, az Atya és az elhagyott férj szerepét játsza, miközben Izrael a tékozló fiú, lány vagy hűtlen feleség. Tulajdonképpen ez a családot lefestő kép az, mint Ozás esetében, amely kifejezi, milyen mértékben szeretne Isten kötődni népéhez. Ez az apostoli kérünk van topogó szíven, amelyben az isteni irgalmasságnak központi és alapvető helye van. Ez az Isten üdvözítő szeretetének a szépsége, amely a meghalt és feltámadt Jézus Krisztusban nyilvánult meg. Az első nyilatkoztatás, amelyet különféle módokon újra és újra meg kell hallgatni, és amelyet újra és újra kell hirdetni a katekézis során. Az irgalmasság tehát Istennek a különös iránti magatartását fejezi ki, melyet további lehetőséget nyújt számára, hogy átgondolja életét, megtérjen és higgyen, így módon újból megerősítve a vele való kapcsolatot. És a keresztre feszített Jézusban Isten elérkezik odáig, hogy a bűnös szeretné elérni, bármilyen távol legyen is tőle, éppen ott, ahol elvesztette őt és eltávolodott tőle. Mindezt abban a reményben teszi, hogy végre meg tudja lágyítani jegyesen megkeményedett szívét.
Isten irgalma átalakítja az ember szívét, megmutatva neki a hűséges szeretetet, és ezzel alkalmassá téve őt az irgalmasságra. Ez egy mindig megújuló csoda, hogy az Isten irgalmasság be tudja ragyogni bármelyikünk életét, a fele barátaink iránti szeretetre ösztönözve bennünket, és arra indítva minket, amit az egyházi hagyomány az irgalmasság testi és lelki cselekedeteinek nevez. A szegény ember valóban Krisztus teste, szegény emberben valóban Krisztus teste válik újra láthatóvá, mint megkínzott, megsebzett, megostorozott, kiéheztetett, menekülő test, hogy felismerjük, megérintsük és ápoljuk. Ez hallatlan és botrányos misztérium, melynek során az ártatlan bárány szenvedései meghosszabbodnak a történelemben. Az önzetlen szeretet égő csipkebokra ez, amely elé Mózeshez hasonlóan csak levetett csarúval állhatunk. Még inkább így van ez, ha a szegény ember olyan testvérünk Krisztusban, akit a hitéért üldöznek. Ezelőtt a szeretet előtt, amely erős, mint a halál, a legszerencsétlenebb szegény ember az, aki saját magát nem tartja szegénynek. Gazdagnak hiszi magát, de valójában a szegények között a legszegényebb. Azért szegény, mert a bűnrabja, amely arra sarkalja, hogy gazdagságát és hatalmát ne Isten és a többi ember szolgálatára használja, hanem hogy elfogja magában a mély meggyőződést, hogy ő sem más, mint egy szegény koldú. És minél nagyobb a rendelkezésére álló gazdagság és hatalom, annál nagyobbá válik hazug vaksága. Elérkezik oda, hogy látni sem akarja az ajtajánál forduló szegény Lázár, aki maga Krisztus, aki a szegényeken keresztül a megtérésünket kordulja. Lázár a megtérés lehetősége, amelyet Isten felkínál, és amit talán nem veszünk észre. Ennek a jubileumi szent évnek a nagybőti időszaka, tehát mindenki számára alkalmat nyújt arra, hogy végre kilépjen saját, elidegenedett létezés módjából az ige hallgatásának és az irgalmasság cselekedeteinek köszönhetően. És valóban, a keresztre feszített Jézus testének a szükséget szenvedőben történő megérintésével válhat tudatossá a bűnös ember számára a meggyőződés, hogy ő maga is csak egy szegény koldus. Ezen az úton járva a gőgösök, a hatalmasok és a gazdagok, akikről a Magnifikát beszél, megkapják a lehetőségét annak megtapasztalására, hogy érdemtelenül őket is szereti a keresztre feszített, aki őértük is meghalt és föltámadt. Ne vesztegessük el a nagybőjt alkalmas időszakát, amely a megtérésünket szolgálhatja. Szűz Mária anyai közbenjárásával kérjük ezt, aki az ajándékba kapott Isten irgalom nagysága előtt elsőként ismerte fel saját kicsinségét, és az Úr alázatos szolgálójává vált. Vatikán, Ferenc pápa. Hiszek egy Istenben, testvéreim, a mindenható Isten szeret minket és törődik velünk. Terjesszük eléje bizalommal kéréseinket. Úristen, te nem akarod a bűnös halálát, hanem életből jöttél jelenségen. Adj kérünk a boldogságos és mindenkoros szűzmára, és minden szentet között járására, egyházakkal a munkásnak, hogy mint Krisztus munkásságig a lelkek ügyének munkálásnak a hatalmát.
atyánk, add kegyelmedet, hogy minden más oltalomnál és segítségnél inkább bízzunk gondviselő jóságodban, Krisztus, a mi Urunk által. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, Te a kenyeret és a bort elsősorban mulandó földi életünk táplálékául rendelted. Add, hogy örök életünk szentségi táplálékává is legyenek, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. A Te végtelen dicsőségedhez tartozik, hogy isteni erőddel segítesz a halandó emberen, és éppen halandó voltunkból szerzel gyógyulást. Így, amit veszteségnek tartunk, az üdvösségünkre fordítod, Krisztus, a mi Urunk által. A Te fölségedet ő általa dicsőíti az angyalok hatalmas kórusa, boldogan áldanak, mert mindörökké látnak Téged. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és velük együtt szüntelen újongással zengjük. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása, kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, mi Urunk, Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.
A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Tiéd mindenható Atyaisten, a Szentlélek kerekségben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára, isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsájts meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Isten bárányainak elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
Könyörögjünk! Istenünk, Te egy kenyérből adtál ennünk, és egy kehelyből adtál innünk. Segíts, hogy egyek legyünk Krisztusban, és örömmel munkálkodjunk az egész világ üdvösségén. Krisztus, a mi Urunk által. Tehát, ahogy már említettem, most a Szent Mise végén Balázs áldásban részesítem azokat, akik Szent Balázs püspök vértanú emléknapján ünnepén nem tudtak Szent Misén részt venni, és még nem kaptak Balázs áldást. Kérem majd, ahogy a szent áldozáshoz szoktak jönni a hívek, most is úgy jöjjenek ki ide az oltár elé, és négyesével álljanak föl, és az első négy ember kapja mindig a Balázs áldást. Imádkozzunk Szent Balázs püspök vértanúhoz, kérjük a közbenjárását. Hirdetem továbbá, hogy holnap hétfőn, mivel a lurdi kilencedünket imádkozzuk és végezzük, hát holnap hétfőn este 6 órakor ige liturgia lesz, ezt követően folytatjuk a lurdi kilencedet. Kedden ugyancsak a lurdi kilenced végzése miatt este 6 órakor kezdődik a Szent Mise, nem reggel, hanem este 6 órakor lesz, ezt követően lurdi kilenced. Szerda hamvazó szerda, a nagy böjt kezdete, szigorú böjti nap. Húst nem eszünk, háromszor lehet étkezni, és ebből egyszer jól lakni. Hamvazó szerdán is este 6 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, szentmise alatt hamvazás, szentmise végén lurdi ájtatosság. Csütörtök, február 11-e a betegek világnapja, a lurdi jelenés ünnepe, este 6 órakor énekes szentmise, majd a lurdi kilencedünk befejezése. Péntek, böjti nap. Este 4-6-kor a Rózsafüzér társulat vezetésével keresztúti ájtatosság lesz, 6 órakor énekes szentmise, a Rózsafüzér társulat élő és elhunyt tagjaiért, szentmise végén pedig szűzanya köszöntő lesz. Jövő vasárnap nagyböjt első vasárnapja, szombaton este 6 órakor elővételezett szentmise lesz, egyben ez a szentmise lesz a házasoknak a szentmiséje is, hiszen másnap Valentin nap lesz, és szombat estére várom erre a szentmisére mindazokat, akik szentségi házasságban élnek, és szívesen megújítanák a házassági fogadalmukat, illetve ünnepi áldásban szeretnének részesülni. Kérem, hogy akik részt vesznek, vagy vennének ezen a szentmisén, a szentmise után iratkozzanak föl a sekrestyében. Jövő vasárnap a szokott időkben lesznek a szentmisék bemutatva, reggel 4-8-kor, délelőtt 10 órakor, Újhegyen délután 3 órakor szentmise lesz. Jövő hétvégén a szentmisék alatt a betegek szentségét fogom kiszolgáltatni. Feltétele Szent Jónás és Szent Áldozás. Pénteken este 7 órára pléváriára várjuk a házas hétvégés csoportunk tagjait összejövetelre. Hirdetem továbbá, hogy a pécsi Szent Margit óvodában nyílt nap lesz, február 11-én csütörtökön délelőtt. 9 órakor tájékoztatóval kezdődik a program az óvoda tornatermében. Ezen a napon a felnőtteket várják, hogy betekintést tudjanak nyerni az óvoda életébe. Fontos, hogy a csoport látogatáshoz váltócipőt vigyenek magukkal a felnőttek. Jó példát lássanak a gyerekek, meg az óvónők. A gyerekeket az áprilisban tartandó óvoda postolgatók alkalmával, valamint beiratkozáskor várják játszóházzal az óvoda torna termében. Apáca utca 21-ben található a Szent Margit óvoda. Hirdessük másoknak is.
Megköszönöm mindazoknak, akik az egyházközségi farsangi bálon részt vettek, bármi módon segítettek, akár belépő jeggyel, támogató jeggyel, fizikai munkával, tombola felajánlásokkal, tombola vásárlással, lelki háttérrel. Azt gondolom, hogy egy nagyon jó esténk volt, közösségformáló este volt, és a bevételt pedig, ami persze ebből le kell vonnunk majd a terembérleti díjat, zenekart és egyebet, most jelen állapotban 520 ezer forint. Tehát reméljük, hogy tisztán olyan 300 ezer forint fog megmaradni, amit a csatorna rákötésre fogunk majd fordítani. Most fogadjuk az ünnepi áldást, és utána pedig a Balázs áldást. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Templomodból, Uram, mielőtt távozom, térdre húlva újból fohászkodom, buzgón esedezve arra kérlek téged, áld meg családunkat és a távol levőket. A te benned bízva munkája után lát, Ulla is munkájára áldásod harmatát. Hogyha víz rohan rá, és tőled kér segély, jóságos kezeddel hálítsd el a veszély, hogy így napról napra hála telt szívvel, most és mindörökké. Amen. És egy köszönetnyilvánítás és kántor úrnak, a kórusnak mai szolgálatukért. Köszönjük. És ezután az ünnepek alkalmával természetesen fognak szolgálni, plusz minden hónap első vasárnapján a 10 órai szentmisén fogjuk hallani majd a kórusunkat. Köszönjük szépen! A szentmise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Вот, пожалуйста.